estét kívánok, köszöntöm Önöket. Egyik front a másikat éri környékünkön. Tegnap vonult át felettünk egy hideg front, amely most ezekben az órákban már meglehetősen messze járt tőlünk délkeletre található. Ugyanakkor észak felől a skandináv félsziget irányából több hullámban, mint hidegebb levegő érkezik fölénk. Ez a levegő a sarkvidék környékéről származik, tehát hatására ugyancsak visszaesik majd a hőmérséklet. Nézzük az előrejelzési térképet, amelyen az látható, hogy milyen lesz holnap a kora délután. Sűrűségén, hogy szinte akadálytalanul áramlik a hideg levegő, nem csak közép, hanem Nyugat-Európa fölé is. Az is kiderül erről a térképről, hogy a hideg levegővel elárasztott területen hózáporok vannak, és a legmagasabb hőmérséklet épp hogy eléri a 0 fokot, kevéssel 0 fok fölé is emel. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 0 és mínusz 5 fok között lesz, de néhol esetleg mínusz 6 fok is lehetséges. Holnap, ahogy a front megérkezik, egyre több lesz a felhő, és hózáporokra számítunk, megerősödő és északnyugatira forduló szél kíséretében. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 0 fok körül lesz, lesznek helyek, ahol nap. Következő 4 nap időjárása. Nos, látható, hogy napról napra egyre hidegebb idő lesz, ami a legfontosabb talán az, hogy az éjszakai lehűlés erősödik, a mínusz 5, mínusz 10 fok közötti érték lesz majd a jellemző a hét közepén. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Eléri a rakéta kilövést az űrhajós? Siess! Január közepétől keresd te is a LEGO System város új játékai. Ha sorban állnak, és várnak a vágyok, és tartasz tőle, hogy messzire szállnak, és titokban megteszed, mert eltökélted, hogy meg... Késsel, a készel, és a pénzed sohasem vészel. Válasz te is a zseppénztárt, hisz többet érsz el észel. OTP zseppénztár, többet érsz el.